Románia olyan szinten van szerencsére, hogy megengedheti magának, hogy a harmadik oltásokat is be tudja adni annak, aki kéri. És az Omikron esetében nagyon fontos az, hogy megfelelő védelemmel rendelkezzünk, amit a harmadik oltás a jelen állapotban egész jó hatékonyságot ad. Tehát ilyen 70% a tünetes fertőződés elleni védelemet. Mindig fontos kihangsúlyozni, hogy egy oltás sem 100%-os, viszont az a kérdés, hogy mit szeretnénk. Ha a kórházakat meg szeretnénk kimérni, feltétlenül az oltást be kell adatni. A probléma az, hogy sokan nem képesek különbséget tenni a megfertőződés elleni védelem és a súlyos betegség elleni védelem között. Megfertőződés elleni védelemben az Omikron variáns ellen az oltások nem ideálisak, ezt kombinálni kell mindenféle maszkviselés, távolságtartás, ilyesmivel. Viszont az oltások még mindig nagyon jó hatékonysággal tudják megakadályozni a súlyos betegséget, és ezt kellene most figyelmen. Ön beoltatta magát harmadszorra is? Így van, beoltattam harmadszorra is, és a harmadik oltás után egy hónappal megfertőződtem a delta variánssal, viszont ez egy nagyon lokális fertőződés volt, konkrétan az egyik órikon fertőződött meg, és folyamatosan figyeltük PCR-ral a vírus mennyiséget az orromban, és körülbelül tizede, illetve százada volt annak, amit egy normál, be nem oltott gyerek, vagy akár felnőtt tudott termelni a legfertőzőbb időszakával. Tehát én valószínűleg, ha karanténba sem vonultam volna, nem tudtam volna megfertőzni senkit. Mi a véleménye az esetleges negyedik oltásról? Az még korai, tehát mindenképp most már a vírus evolúciója annyira elindult egy irányba, tehát annyira különbözik az eredeti variánstól, hogy az oltásokat minden bizonnyal újra utána kell igazítani, úgyhogy mindenképp ez lesz a fontos, hogy megjelennek ilyenek új oltások, az aktuális variánsra igazított oltások a piac. Olyan lesz, mint az influenza elleni oltás, hogy akkor megjelent egy új törzs, esetleg kell ismételni is. Milyen gyakran fog kelleni beoltassuk magunkat, hogyha ez így van, ahogy mondja? Ezt nem igazán lehet előre bocsátani, vagy megtippelni. Az biztos, hogy a legjobb az, hogyha egy adott hullámnak maximális védelemmel kezdünk neki. Ez még a jövő titka, hogy milyen irányba változik a vírus, és hogy mit kell csináljunk ahhoz, hogy csökkentsük az esélyét annak, hogy megbetegszünk, vagy kórházba kerülünk. Mit üzen azoknak, akik vehemensen oltásellenesek? Azoknak azt hiszem, hogy gondolják meg, hogyha véletlenül mégis súlyos állapotba kerülnek, akkor valószínűleg maruk számba szednének bármilyen bogyót ahhoz, hogy ezt meg tudják fékezni, vagy hogy ne érezzék rosszabbul magukat. Mindig fontosabb a megelőzés, illetve sokkal egyszerűbb valamit megelőzni, mint utána kezelni. A bogyóknak bármilyen pirulát beszed az ember, valamilyen mellékhatása van. Az oltásoknak is van mellékhatása, de ha azt nézzük, hogy mennyire hasznos egy védőoltás, ahhoz képest, hogy milyen károkat tud csinálni a mellékhatás, ez még mindig sokkal jobb, mint ha beszedünk egy gyógyszert, amikor már nagyobb az esélye, hogy megszabadulunk. Mikor gondolja, hogy megszabadulunk? A vírus az mindenképp attól már nem fogunk megszabadulni, tehát endemikussá válik, bele fog olvadni a jelenleg kb. 200 vírustörzsbe, amelyek légző megbetegedéseket okoznak, vagy légúti megbetegedéseket okoznak. Az a kérdés, hogy ezt milyen áron fogjuk ezt elérni, tehát mindenképp a lakosság nagy része valahogy kell immunizálódjon, vagy úgy, és az egyszerűbb az ugye oltás által immunizálódni.